50 millió forintos nyereséggel zárt a Sziget Fesztivál. Ma már takarítanak a hajógyári szigeten, és ez így lesz még legalább 10 napig. Idén kevesebb volt a lopás, és eleve kevesebbszer hívták a rendőröket. Szia anyu, itt vagyok, élek még. Érte, most már nem aggódik az édesanyja, valószínűleg ő is hazaért. Már ha kijutott a szigetről. Ez ugyanis nem volt egyszerű a lopásgátló biztonsági kapuk miatt. Mennyi óra, négy, mennyi óra? Engem veszel? Persze. Mosolyogjál! Yeah! Finito, tehát a fesztivál véget ért. Tegnap még a fellépő sztárok voltak a főszereplők, ma már a rakodó munkások. Tíz napig tart, amíg lebontják a színpadokat, eltakarítják a szeméthegyeket és újra füvesítik a szigetet. A szigeten idén összesen 396 ezeren voltak, ez rekord. Idén érkezett meg a fesztivál történetének 3 milliómodik látogatója, és mivel a házasságkötő sátorban bárki megesküdhetett bárkivel, idén először valaki feleségül vette a nagy színpadot. És még egy rekord, idén mondta le a legtöbb zenekar a fellépést, általában balesetek miatt. Repülőtérre menet, a karamboloztak a taxiban, és őt is kórházba kellett szállítani, neki is azt hiszem valami nyaksérülése volt, akkor az egyik ukrán zenekarnak, a dobosának eltört a keze. Igaz, ilyenkor már se koncertek, se programok nincsenek a szigeten, de azért egy előnye annak van, hogyha az ember az utolsó utáni napon jön ki ide. Ilyenkor például már nem csak a sztárokat, hanem a riportereket is felengedik a színpadra. Igaz, már nincs közönség, így nincs, aki tapsoljon, hogyha az ember valami okosat mond. A TV2-t Nádas Gergő tudósította.